Zsarolja a településeket a Fidesz, ezt mondják az LMP-nél és a Demokratikus Koalíciónál. Az ellenzéki pártok szerint ez jelenti, amit a kormánypárti politikusok hangoztatnak, vagyis, hogyha nem fideszes vezetőt választanak a szavazáson, akkor elesnek a fejlesztési pénzektől. Az országgyűlés fideszes alelnöke Tatán egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a helyieknek hátránya lehet abból, ha a kormányt támadó ellenzéki hídfőállás lesz a településből. Gulyás Gergely ma azt mondta, félreértelmezték szavait. Ez nem úti film, hanem Balkány fideszes polgármesterének hivatalos kampányfilmje. Pálosi László 14 percen keresztül sorolja, milyen nehéz időkben lett polgármester, és mi mindent tett a városért. Majd azt mondja, azért kell rászavazni, mert akkor lesz sok pénz a település fejlesztésére, ha ő marad a polgármester. Választási szórólapján is ugyanez áll. Egy fideszes kormánynál, egy fideszes településvezetés sokkal többet tud tenni, és sokkal több pályázati pénzt, sokkal több elérhetőséget tud megtenni Balkányért, mint esetleg egy független vagy más színekben induló településvezető. Gulyás Gergely, az országgyűlés fideszes alelnöke az MTI tudósítása szerint egy sajtótájékoztatón arról beszélt. Reméli, hogy olyan vezetőket választanak a települések, akik szeretnének együttműködni a kormánnyal. Szerinte egy településnek nem válik javára, ha a kormány támadó ellenzéki hídfőállássá válik, mert ennek a település polgárai a vesztesei. Gulyás Gergely ma azt mondta, arra gondolt, hogy az ellenzéki polgármesterek utasíthatják el a kormány segítségét önös politikai érdekeik miatt. Az ellenzéki pártok hídfőállásokat akarnak kiépíteni, ahonnan a kormányt támadhatják. Ha ők így viselkednek, a kormány nem fog rájuk másként tekinteni, attól függően, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes, de ha ők másként tekintenek a kormányra, akkor nyilván egy olyan állóháború fog kialakulni, ami az adott település választópolgárinak egyáltalán nem érdeke. Az LMP frakcióvezetője szerint viszont a kormánypárti politikusok hol burkoltan, hol nyíltan próbálják zsarolni a települések lakóit. Ez egy útszéli zsarolás, és én abban bízom, és abban egészen biztos vagyok, hogy a magyar emberek ellenállnak minden zsarolásnak, hogyha az ország ezek után fölháborodik és ajtót mutat a zsaroló fideszes döbrögiknek, sok millió magyar emberrel, akik ezeken a településeken élnek, városokban, falvakban, nem fog tudni szembe menni még Orbán Viktor kétharmada sem. Kerestük Balkány polgármesterét is, de adásunkig nem értük utol. A polgármesterrel szemben induló független jelölt ma közleményt adott ki, amelyben azt írja, a Fidesznek el kellene gondolkodnia azon, hogy támogat-e egy nyíltan diszkriminatív kampányt.